A Dunaföldvári Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár és a Marcipán Cukrászda közös programsorozata az Irodalmi Kávéház, melynek vendége 2017. január 10-én Nagy Kata költőnő volt. Katának 2016 nyarán jelent meg Inkognito ablak címmel az első verses kötete, melybe az elmúlt 10 év alkotásaiból válogatott. Vele Lukácsiné Mészáros Irma, a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium nyugalmazott magyar tanára beszélgetett. 2016 nyarán jelent meg első köteted Inkognito ablak címmel, de emlékszel-e az első versedre és annak címére? Az első versemnek az volt a címe, hogy Hit. És hogy mikor jelent meg, azt nem tudom. Viszont mit jelent az, hogy Inkognito ablak, miért pont ez lett az első kötet címe? Az Inkognito ablak az egy számítástechnikai szakszó, és ugye arra utal, arra a fajta böngészésre, ami az embert láthatatlanná teszi az interneten, tehát előzmények nélkül, ha úgy tetszik, következmények nélkül lehet leselkedni, és úgy gondolom, hogy ez fedi le leginkább a verseimnek a világát, egy olyan fajta vers elbeszélői pozíció, ami látni is szeretne, és egy kicsit láttatni, de egy kicsit rejtőzködni is. 10 év verseit foglalja össze a kötet. Milyen témákat érintesz ebben, és mik a fő motívumok esetleg? Hát a fő motívumok az tulajdonképpen különféle traumák, tehát gyász, családtagok elvesztése, szerelem elvesztése, aztán vannak anyaversek, tehát anyává érés folyamata, és hát van egy vers, amit a kislányomnak írtam, de ugye az is tulajdonképpen az anyaversbe sorolható. Milyen érzés ott visszatérni Dunaföldvárra? Nagyon örültem a meghívásnak, nagyon, nagyon jó érzés volt, nagyon sok jó élmény fűz Dunaföldvárhoz, és ahogy itt azt a beszélgetésben is elmondtam, tényleg tervezem egy olyan kis prózakötetet, ami Dunaföldvár magába foglalja, illetve egy női főhős szemszögéből. Irma néni, neked, mint irodalomtanárnőnek, és mint Katát a középiskola óta ismerőnek, hogy tetszenek Kata írásai? Nagyon mély írások. Nehéz olvasni, nagyon különös világ tárul föl. Úgy érzem, hogy a lelkébe engedi be az olvasót, de nagyon szépek. Összetettek, ellentmondásosak, egy fiatal ember, egy fiatal nő élményeit, traumáit, fájdalmait, félelmeit, egyéni tapasztalatait fogalmazza meg, nagyon egyéni hangon, nagyon sok értékes elemmel, képpel, tehát tetszenek. És a mai kortárs irodalomban hova helyeznéd el? Ez még szánypróbálgatás, az első kötet, vagy már komolyan a sűrűjében van Kata az írásaival? Én azt hiszem, hogy ezzel ő már elindul, tehát a szánypróbálgatáson túl van, hiszen 2005-ben, amikor megnyerte azt a bizonyos pályázatot, az már mutatta, hogy ő akkor próbálgatta a szárnyait, és azt hiszem, hogy nyilván, hogy más irányúak, más írásai lesznek, ha továbbiakban is foglalkozik ezzel. Említette, hogy próza felé is kacsingat, de a tehetsége adott arra, hogy ismert író legyen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszöntöm Katát, örülök, hogy eljött. Azt hiszem, hogy hazajönni az egyik legkülönlegesebb élmény lehet, hogyha valakinek valami dokumentum méghozzá, mint egy verseskötet megszületett az elmúlt évek alapján, munkái alapján. Nagy Kata névjegyéből, ugye akik nem ismerik őt, annyit tudnak, hogy a Magyar László Gimnáziumban érettségizett, Dunai városban született, de nagyon kellemes volt, amikor most hirdette a Facebookon ezt az estet, akkor azt írta, hogy szülővárosomban mutatom be a kötetemet, és azt hiszem, hogy ez nagyon szép dolog. A József Attila Körkiadásában jelent meg ez a kötet.
Mielőtt azonban a verses kötetről beszélgetnénk, egy picit menjünk vissza a múltba, éppen oda, ahol amit a Zsuzsi emlegetett, 2005-be. Amikor is a litera.hu és a Sulinet egy pályázatot, irodalmi pályázatot hirdetett, ennek a pályázatnak az eredményhirdetésé szövegéből olvasok fel egy részletet. A pályázatra egyébként több mint 5000 alkotást küldtek be fiatalok. A Nagykata által beküldött 9 vers közül a fenti 4 alapján jutalmaztuk őt az első díjjal. Ezekben a versekben olyan értékekre bukkantunk, melyek egy későbbi sikeres pálya lehetőségét rejtik magukban. Ha összefoglalóan kellene megfogalmazni, hogy miért is Nagykata verseit tette első helyre a zsűri, akkor a pontos, de szűkszavú fogalmazást, az érzelmekhez való elfogulatlan viszonyt, a kliséktől távolságot tartó kifejezésmód voltak azok az erények, melyek a verseket a többi pálya mű elé helyezték. És még hozzáteszik az egyik verssel kapcsolatban, amit mindjárt majd kezdésként bemutatok, hogy tömör fogalmazás, erőteljes képek, feszült hangulati egység jellemzi őket. A versek szerzője nem csak az érzelmekkel bánik ügyesen, de versei mögött gondolati muníció is rejlik, és nem riad vissza attól, hogy a verset intellektuális tartalommal töltse fel. Ezt írták 2005-ben, 12 éve Nagykata verseiről. És az egyik vers a 9 közül, amelyik a pályázaton indult, így hangzik. Az emeletem már kitavaszodott, és milyen bájos évszak is a tavasz, gondolta Judit. Széttárt karjait szárnyak helyettesítik, elrugaszkodik, viharkabátja lebeg, és hiszi, hogy ő az angyal a mézes kalácsváros felett. Tehát nem szokványos kamaszversek ezek. Az első kérdés adódik természetesen, hogy kerültél a versek közelébe? A családunkban, nem is tudom, apukám, nem is tudtam apukámat elképzelni könyv nélkül. Mindig, tehát amióta az eszemet tudom, ő mindig olvasott valamit, és hát nekem is nagyon sok mesét talált ki. És szóval már kora gyerekkoromtól kezdve érdeklődtem, úgymond, hogy fogékony voltam az irodalom iránt. És hát, ha jól emlékszem, akkor tehát két olyan dolog is volt az életemben, ami elindított azon az úton, hogy ne csak olvassak, hanem írjak. Az egyik az volt, hogy 8. osztályos koromban volt egy történelem verseny, a Szászvári tanárnővel mentünk Budapestre az apácai történelemverseny, ez ilyen csapatverseny volt, és ott nem tudom, hogy hányadik lett a csapatunk, de kaptunk egy könyvcsomagot. És különböző könyvek voltak benne, de én egy Petri György kötetre csaptam le. És arra emlékszem, hogy hát akkor ugye 14 éves koromban kedvenc költöm, azt hiszem, hogy Petőfi Sándor volt, és hát egészen addig nem találkoztam úgymond végülis a modern költ, vagy nem fogott meg a modern költészet. A Petrinek az összegyűjtött versei az nagyon nagy hatással volt rám, és akkor éreztem azt, hogy valami, tehát hogy van valami, amit én is ehhez hasonlóan ki tudok fejezni magamból. Mert ugye addig a Petőfi verseket, ugye rímes versek, teljesen más formai egységet prezentálnak, ugye, és én nem, tehát a mai napig nem írok rímes verset. Amikor írogattam, persze Petri György versének hatása alatt, tehát azok nagyon hasonlítottak azért, erősen hasonlítottak a Petrinek a verseire, akkor azért apukámnak megmutogattam ezeket a verseket, nem csak apukámnak, anyukámnak, nagybátyámnak, vagy a családnak. És akkor ők bíztattak, hogy ez nagyon jó, hogy folytassam. És akkor a gimnáziumban volt az, hogy utolsó padban, kapucniban ültem, és magyar órán, nem is emlékszem már, hogy mi volt a téma, de nem nagyon érdekelt.
És akkor Lukácsi tanár úr körbe járkált, és hát észrevette, hogy én ott valamit írogatok, firkálgatok, és megkérdezte tőlem, hogy ez mi, és akkor ott mondtam, hogy tehát ilyen vers, nézze meg. És akkor egyáltalán nem gondoltam erről semmit, tehát nem gondoltam volna, hogy az jó, csak úgy kedvtelésből tényleg írogattam, és akkor a Pali bácsi aztán mondta, hogy ezek egész érdekesek, ezek a versek, és hogy van a sárvári diákírók, diákköltőknek a rendszeres találkozója, minden évben Kárpát-medencei ifjúsági találkozó, és ugye arra be lehet küldeni. Ott három szekció van, kritikát lehet írni, prózát, meg verset, és akkor mondta Pali bácsi, hogy akkor azt próbáljuk meg. És gondolom, jó, hát próbáljuk meg, hát mit veszíthetnénk. És akkor a kicsit az persze úgy ösztönzőleg hatott, hogy ezt már akkor a magyar tanárom mint úgy elismerte, hogy na hát ez azért mégis valami. És akkor először csak kézzel írogattam, és akkor utána már számítógépen beírogattam, és nyomtattam, és akkor elkészítettünk a Pali bácsival egy ilyen pályamunkát, nem is tudom, egy olyan 10 verset talán elküldtünk, és akkor ezt úgy, tehát nem is gondoltam komolyan, vagy nem is gondoltam rá aztán, és akkor a Pali bácsi meg jött később, nem is tudom, egy hónappal később, hogy úristen, Kata, behívtak Sárvára, és mondtam, hogy na jó, hát örülök neki, és mondta, hogy de hát 50 éve nem történt ilyen a gimnázium, és néztem rá, hogy hát nem is már meg 50 éve a gimnázium, vagy valami ilyesmi. De és, szóval akkor még nem fogtam ezt fel, hogy ez egy ilyen nagy dolog, mert ugye azt kell tudni erről a sárvári diákműhelyről, vagy diák találkozóra, hogy tulajdonképpen akik a jelenlegi kortárs költők, kortárs írók táborában most ismertek, ők is ott kezdték. Tehát Tóth Krisztina is volt Sárváron, Kemény István is, Gracsó Krisztián, Bartis Attila, tehát ők mind ott kezdték, tehát ez egy ilyen nagyon jó szűrő azért arra, hogy a fiatal korukban a gyerekeket egyfajta irányba tereljék. Térjünk rá a kötetre, amelyik egy nagyon szép, szerintem formailag ízléses kis kötet, kis karcsú, de súlyos. A verseket tekintve súlyos. A kötet címlapján, ahogy látjátok, egy női arcot látunk. Először azt hittem, hogy állarc, de aztán utána úgy láttam, hogy ilyen pávatolszerű valami takarja el az arcot. És ez már jól jelzi a kötet tartalmát, illetve a cím is kapaszkodó, mint a jó műveknél és a jó köteteknél mindig. Én azt mondom, hogy ez szenzációs jó cím, az Inkognitó ablak. Ugyanúgy, ahogy a címben, meg a borítón is, egyfajta kettősség tapasztalható. Egyrészt az elzárkózás, rejtőzés és a kitárulkozás, akkor az ablakszóban nyilván benne van, hogy nyitunk is a világra, meg az mégiscsak már, ha én belül vagyok, akkor az az én belső világom, de a kívül lévő is be tud kukucskálni azon az ablakon, tehát nagyon sokféle értelmezése lehet ennek a címnek, és a versekben is ez a kettősség, ez az egyrészt az őszinte hang az, ami meglepett, vagy nagyon érdekes, másrészt pedig ez a kitárulkozás és rejtekezés. Hogy építetted fel a kötetet, mennyi időverseit tartalmazza a kötet, és hogy szerkesztettétek meg akkor, hogy a három egységre bomlik? Hát a 10 évverseit ölelni fel a kötet, amit az előbb felolvastál, amit a litera pályázatára benyújtottunk, azt ugye nem, tehát azt 18 igen. éves korom körül írtam. Hát nagyon, hogy is mondjam, erős kezű szerkesztőkkel volt dolgom, aminek egy utólag örülök, mert én egyrészt nem tudtam elképzelni, hogy kell összerakni egy kötetet, meg miféle motivikus háló alapján kellene ezt elrendezni, és ők nagyon sokat segítettek. Szelektáltunk, ugye, ahogy már mondtam. Most nagyon nehéz erre rálátni egyébként, ezt mindig
ezt is nagyon előszeretettel kérdezik tőlem, meg amikor a kötet kapcsán kellett, vagy a kötetre nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz támogatást, akkor is kellett a kötetről egy szinopszist írni, és hát az eredetileg a szerkesztőknek a feladata, hogy ilyen kötet összefoglalót írni, de előszeretettel testálják rá a szerzői feladatot, és nekem nagyon nehéz volt a saját verseimről egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen objektív távolságból beszélni. Belülről, amikor elkezdtük összetenni a kötetet, akkor én próbáltam egész egyszerűen motivikus kapcsolatokat keresni az egyes versek között, mint trauma, aztán szerelem, gyász, akkor vannak az anyaversek, és ezeket próbáltam elhelyezni egy ilyen hármas tagolásban. Azt mondtad, hogy nem használsz rímeket a verseidben. Nem nehezebb így a befogadó részről az olvasás esetleg? Én azt gondolom, hogy, hogy bár nincsenek rímek a verseimben, de van egyfajta belső ritmikája, van egy gondolat ritmus benne, és hát azt gondolom, hogy a verseim azok nem adják könnyen magukat. De ez igazából egyrészt egy ilyen alkotói tudatos koncepció is volt. Meg én magam sem szeretem az olyan verseket, amik hát rímelnek. Nem nagyon olvasok rímes verseket, de azt gondolom, hogy egy vers az ne adja magát könnyen. Hány példányban jelent meg a kötet, és hogy vetted észre a fogyás, hogy is mint alakult? Hát a fogyást azt úgy vettem észre, hogy akartam ide hozni könyveket, és az írókboltjában Budapesten, ahol mindenféle könyvet be lehet szerezni, ott most már azt mondták, hogy most már nem, az utolsó példányokat hozom el. Egyébként a József Attila kör gondozásában jelent meg, Jakfüzetek sorozatában, és alapvetően mindig 300-400 példányt nyomnak a könyvekből, 300 példányt nyomtak az enyémből is, és a könyv hétre jelent meg, ami azért jó, mert ugye akkor egyből egy ilyen úgymond bummal indítottunk, és én júniusban, amikor a kötet megjelent, azt megelőzően csináltam a Facebookon egy oldalt neki, Inkognito Ablak címmel, akkor ez most reklámhelye, és akkor ezt rá lehet keresni, és ott reklámoztam már a kötetet, tehát hogy kicsit rásegítettem a fogyásra ezzel, és hát a könyvféten nagyon jól fogyott. Hát a kiadóm is jelzi, ugye, vagy ő jelezte, hogy fogyóban. Nagyon sok jó kritikát kaptál, mind kortársaktól, mind szakíróktól. Kinek a véleménye volt mégis a legszívmelengetőbb számodra, akár a laikus barátoké, akár Pali bácsi, aki annak idején azért segítkezett a szájpróbálgatáskor? Nagyon szeretem azokat, hát a pártatlan kritika tulajdonképpen, tehát az, hogy az első kritika, ami megjelent az Élet és Irodalomban, az egy, hát egy ismerősöm írta, és ő jelezte, hogy neki nagyon tetszik a könyv, és ő szeretne erről írni, és akkor nagyon örültem neki, de ugye mégiscsak egy ismerős volt, és utána követték azok a kritikák, akik, tehát hogy teljességgel, nem tudom, objektív kritika, és azt hiszem, tehát ezeknek örülök a legjobban. A szerkesztőim nagyon sokat segítettek a József Attila körben, Borsik Miklós, ő egy nagyon-nagyon jó éleszemű szerkesztő, Balajti Ági, ők ketten szerkesztették a Jakfüzetet, és Orcsik Roland, a Tiszatájnak is az egyik szerkesztője egyébként, és nekik nagyon jó meglátásaik voltak a kötet összeállításával kapcsolatban. Távolodás a hetedik háztól. Szemben nem dicsért minket senki, az ablaküveget sem verte be a forgószél. Az esküvőre kapott kehelybe rozmaringot ültettem, és gyertyákkal közlekedtünk a neszező lakásban, a Vojajkov tenge idején. A hideg front körbezárt minket. De ne félj, a galambokat eltemettük élve.
Nehéz volt úgy tartani őket, hogy ki ne repüljenek a gödörből, amit egy késsel ástál. A föld csonttá fagyott. Az éjszaka nehezék. Mégis mit kéne tartanunk alatta? A ház kapujából kilépve most azt mondom. Azok után sem érdemes hinni a babonáknak, hogy a telihold fényét az erkélyre tett tál víztükrébe zártuk. És akkor én is olvasok egyet, jó? A földvári vonatkozása, amire én úgy gondoltam. Élesítés. Íme a pohár keserű tea, amit innom kell. Az asztalhoz ülve reggeli közben megszólalnak a szirénák. Február első hétfője van. Nem írnám fel magamtól a naptárba vagy naplóba. Az égbe felejtett lámpát, a maradékok közül a kisült szíveket nézem. A próbának vége. Ezt vajon ki mondja be, milyen arcú és ruhájú férfi? Vajon már átöltözött a villámháborúhoz? Régóta nem mozdul itt semmi. A csótányokat is szétfeszítette a hideg gél. Figyelem, a próbának vége. Ismétli el a felhőbe takarózott férfi. Ezután mi következik? A fékek kioldása? Később már a nyílt utcán látom, hogy egy feslet paplamból mégis nekiíramodik valami élet. Hogy születnek a te verseid? Ugye a mi laikusok meg szoktuk kérdezni, vannak, aki azt mondja, hogy van, jön valami ihlet, és aztán papírra veti. Más meg azt a módszert használja, hogy valami motívum megjelenik, és aztán az ott bogarászik benne, gondolom én, és akkor valamilyen módon, de nagyon tudatosan szerkezgeti versét. Te hogy írsz? Hát ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert teljesen másképp írtam verset 10 évvel ezelőtt, mint most. 10 évvel ezelőtt nem tudom, szerelmi csalódásoktól átfűtve, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, úgy nagyon könnyű verset írni, de ugye az ember nem, tehát hogy nem, hogy mondjam, az életét nem állíthatja a költészet szolgálatába, tehát hogy nem, hogy is mondjam, le kell nyugodni, vagy ezt érzem, hogy most már ideje megnyugodnom, és úgy tűnik, hogy most már meg is nyugodtam, viszont nagyon nehéz így verset írni, és lehet, hogy fel is hagyok egyébként a versírással, és a következő kötetem az, most hogy lehet, hogy egy kicsit bevágok a dolgoknak, de már régóta írogatok egyébként kis prózákat, egy olyan, nem is tudom, másfél éve, és a következő kötettervem az egy novella füzér lenne, erősen dunaföldvári, hogy is mondjam, motivumokkal. Na, akkor megvan egy később irodalmi KVH témája. Tehát visszatérve a kérdésre, régebben hittem az ihletben, most már nem hiszek benne. Ideje leszámolni az ihlettel. Mostanában úgy írok verset, hogy egészen egyszerűen tehát figyelem a külvilágot körülöttem, és hogyha megragad valami érdekes, akkor hogy mondjam, érdekes kép, egy érdekes jelenet, akkor az nem hagy nyugodni, és azt leírom. Valahogy egyszerűen kényszerítem magamat, hogy leüljek, és kitegyem magamul, úgymond. Régebben sokkal szigorúbb voltam magammal ebben a tekintetben, mert csak olyan verset engedtem meg magamnak, hogy mondjam, kiírni, ami már így kipattant. És a kötetnek a zöme egyébként az olyan vers, hogy egyszerűen éreztem, hogy kell verset írnom, vagy most le kell ülni írni. Leültem, és egy óra alatt, nem tudom, megírtam. Tehát úgy írtam, és csak pár szót, a mondatok sorrendjét változtattam. Ez ugye azt is eredményezte, hogy nagyon sokat szenvedtem, tehát voltak ilyen alkotói válságaim, úgymond, és nagyon sokat szenvedtem azzal, hogy nem is tudom, voltak tényleg fél évek elteltek, hogy nem írtam.
és sok barátommal beszélgettem erről, és ők javasolták azt, hogy egészen egyszerűen, hogyha valami érdekes megfog, akár naplóba, telefonba, bárhova egy motivumot le kell írni, és sokkal engedékenyebbnek kell lenni magunkhoz, vagy magamhoz, hogy a rosszat is le kell írni. Tehát, hogyha elkezdek írni, és azt érzem, hogy ez nem jó, ez nem olyan, amilyet szoktam írni, akkor azt el kell engedni, és most szerencsére nyáron jött ki a könyv, és két hete sikerült is egy verset írnom úgy, hogy már az ugye túllépte az inkognitó ablaknak a hangját, egy másik hang, ami egyébként tudatos, már el is szeretném fordulni ettől az úgynevezett alanyi lírától, tehát egy kicsit hidegebb hangot szeretnék felvenni, és ez így sikerült, hogy nem tudom, egész egyszerűen a barátommal bementünk egy szendvicsezőbe, és egy olyan erőteljes hangulat meg látvány fogott el egy pillanatra, hogy másnap azt le is tudtam írni. Irodalomtanárként mennyire feladata egy tanárnak, hogy ne csak eleadja az óráját, hanem akár a tehetséggondozásban, a szánypróbálgatások segítésében is részt vegyen egy diák esetében? Szerintem feladata, ha megtudja, ha beengedi az intim szférájába az illető tanuló, akkor megpróbálunk segíteni. Nem könnyű, hiszen a gyerekek többsége azért nem ilyen színvonalon ír, mint Kata, és várná a pozitív biztatást. Mindig meg lehet adni azért a kritikus hang mellett a biztatást, mert az írás jó, az írás gyógymód, tehát egy kamasz gyereknek is szüksége lehet akkor is, hogyha nem lesz költő belőle. Azt lehetett olvasni, hogy 2026-ra tervezed a következő kötetet, de mondd, hogy ez nem igaz. Mikorra datálod a következő alkalmat? Ezt nem árulhatom, azért adtam ezt a 2026-os évet, mert ez pont 10 év, és egyébként én egyrészt szűkszavú költőnek tartom magam, mondjuk most így az első kötet után, de tényleg, hogy egyrészt, hogyha nincs mondani valóm, akkor ezt nem akarom a nincset kötetbe önteni. Másrészt meg, tehát nem az a lényeg, hogy az embernek hány kötete jelenik meg, hanem hogy az milyen minőségben. És azért is késleltettem úgymond a kötetnek a megjelenését, mert olyan munkát szerettem volna kiadni a kezemből, amivel én magam elégedett vagyok, és hát 2026. Addig biztos.